az orosz nagykövet Jolis Kaganovics? Nagyon örülök, nagykövet úr. Nálam jobban biztosan nem. Henrik vendégei máskor épp oly csúf védemberek, mint magam. Tiltakozom a csúfságban, maga viszi el a pálmát. Tudja, mire használjuk a Csehszlovákia szót az oroszban? Nem. A lábtörlő kifejezésére. Na csak még beszélik az orosz, én meg azt hittem holt nyelv. Imasz barátommal látszólag kedélyesen elcsevegünk, de titkon áldász dűvel igyekszünk kiszipolyozni egymást. Én azért jövök, hogy a drága pezsgőjét vedeljem, ő meg azért hív meg, hogy az én kaviáromat falhassa. A civilizáltság állarca mögé rejtjük önző érdekeinket. Ilyen a világ természete, nem de? Joris, legyen jó fiú. Én csak kíváncsi vagyok. Szerintem a civilizáltság állarca merő tettetés. Valójában igenis állatok vagyunk, és ősi ösztöneink vezérelnek. Pszichiáter lévén tudja, hogy ez az igazság. Őszintén szólva, amikor valaki örökérvényű igazságokról beszél, azt úgy veszem, hogy az illető sokkal inkább magáról nyilatkozik, mint a világról. Jól mondja, ügyes válasz. Talán igaza van. Oroszként itt élni önmagában is kóros állapot. Mit gondol? Menthető vagyok? Kaphatok egy pirulát, amitől a világot úgy láthatom, mint maguk. Létezik szer, ami segít megérteni Irakot, Darfurt vagy akár csak New Orleans-t. Ne hagyja, hogy ez a bolond provokálja, doktornő. Joris orosz, úgy kell neki egy kis vita, mint egy falat kenyér. A civilizáció mindig akkor mond csődöt, amikor a legnagyobb szükség van rá. Az ember, ha úgy adódik, nem riad vissza a legszörnyűbb bűnöktől sem. Képzeljen el egy olyan világot, ahol ez nem így van, ahol az erőszak nem szül új erőszakot, ahol az újságokat nem háború és erőszak tölti meg. Nos, egy ilyen világ csak akkor lehetséges, ha az ember megszűnik emberinek lenni. Nem vitatom, valóban élnek bennünk állati ösztönök, de már kevésbé vagyunk állatiasak, mint pár ezer évvel ezelőtt. Igaz? Piaget, Colbert, Maslow, Graves vagy Wilbur mind azt mondják, hogy folyamatosan fejlődünk, a tudatunk változik. 500 éve vajon hol voltak a posztmodern feministák? Ma az egyikükkel egy asztalnál ül. Bár ez sem feletteti a sok szörnyűséget, amit a történelem során elkövettünk. De okot ad a bizakodással. Egy nap talán minden másképp lesz. Köszönöm, doktornő. Szívesen, nagykövet úr.